Sziasztok, én Horváth András vagyok, és ez egy mini Renault Forever epizód lesz, mert hogy ezt az autót az előző Renault-s videóba nem pakolhattam bele, mert hogy embargós volt október 17-ig, és az meg nem fért volna bele a szombati epizódba, úgyhogy arra gondoltam, hogy ezt én kis mini epizód keretében bemutatom nektek. Forever Trophy névre hallgató autó, ami itt látható mellettem, és az a helyzet, hogy nem szeretem a SUV-okat, meg a crossovereket. Jó, persze tudom, hogy miért jó, mert hogy magasan ülünk, meg kilátunk belőle, meg kényelmes, meg nem ér le az alja, meg ilyenek, de ezt a valóságban nem mindig szokták tudni. Ez meg igen, ebből tényleg egy szabadidő autót csináltak, és nem is terepjárót, hanem egy olyan autót, ami mindenre alkalmas lehet. Egy nagy Dacia Duster ellenfél, bár ez biztos, hogy sokkal-sokkal drágább lesz, hiszen egyrészt elektromos, másrészt azért ránézésre jóval-jóval komolyabb autó lesz, mint egy Dacia Duster. Nagyon sok minden megmarad majd a végleges autón, amit ezüst színnel láttok, az gyakorlatilag a végleges autóban benne lesz. Ami feketével láttok, az nem biztos. Tehát azokon még dolgozhatnak, mert például itt a sárvédőnél, hát itt át lehet látni, és hogyha csapatunk a sárban, akkor itt mondjuk kijön a sár, aztán itt a menetszél elhozza erre, és fölvesz az üvegekre, tehát ez például nem biztos, hogy a végleges autóban benne lesz, de ami például biztos, hogy benne lesz, az a világító logó. És elvileg ez lesz az első gyártásba kerülő Renault, aminek világítani fog a logója. Igazából olyan nagyon nagy szükség nincsen rá, de a Scenic Visionnél már elmondtam, hogy nekem bejön, tetszik, és jövőben mutató, és világítson a logó, mert miért ne? Egyébként a Renault szerint ez az autó is a 4S-re épült, már mint annak a DNS-ét hordozza, de mi sokkal jobban láttuk benne az 5-ösnek a jegyeit, tehát sokkal jobban hasonlít annak a formájára az óra. Egyedül a hátsó lámpák, amiket majd megmutatok, azok, amik igazából 4S mintázzák, de egyébként nézzétek meg, hogy mennyire brutálisan jól néz ki. Tök mindegy, hogy mi van benne. Szerintem egyszerűen csak jól néz ki, ki is állok a képből. Nézzétek meg. Brutális, instant get, rohadt jó, kell. Itt mindenféle kis műanyagok találhatók a lökhárítóban, amiben valószínűleg szenzorok vannak, nem tudtuk meg pontosan, mert hogy ez az autó csak 2025-ben kerül gyártásba. Most van 2022, 2023, hát 2 év. Igazából ez nem olyan sok idő, és azt gondolom, hogyha ezt kb. Hasonlóan megcsinálják, akkor ez egy brutálisan sikeres autó lehet. Nézzétek csak meg, hogy mennyire magas egy szabadidőautó, legyen magas, ne itt legyen az alja egy crossovernek, ahol ugyanúgy leér, mint bármilyen más szedán vagy egy sportautó, hanem legyen magas. Na most ez rohadtul magasan van, 22 centi az araszom, majdnem 40 centi ez a magasság. Majdnem 40 centi, ez el fog menni minden fölött. Itt egyébként így ki lehet nyúlni és átom dugni a kezemet, szerintem ez se fog így maradni. Ugye nyilván a légellenás csökkentheti ez, meg hát szerintem inkább ilyen design dolog. Itt van az akkumulátorpak, természetesen, ahogy minden más elektromos autóban is most már ilyen gördeszka dizájnnal csinálják. Itt nyilván van jó sok helyük. Akkumulátor méretekről még nem volt szó, hiszen még valószínűleg a Renault sem pontosan tudja. Én azt tippelném, hogy 70 kWh, 2 év múlva szerintem kell majd bele, mert hogy azért ez az autó, ez biztos, hogy tolja a szelet, tehát nem lesz kicsi légellenása, biztos, hogy nagy lesz a fogyasztása, főleg ilyen gumikkal. Nem terepgumik, de hát azért elég recések, ezek rendesen növelik a légellenást, meg nyilván nagy felnék vannak, aminek egyébként az az érdekessége, hogyha megnézitek, itt található egy pumpa, ami be van építve a felnébe. Nem tudom, hogy a véglegesben ez benne lesz-e, de elvileg ez arra jó, hogy menet közben, hogyha kiérünk a terepre, akkor ennek a pumpának a segítségével leereszthetjük a gumit, majd amikor kiérünk vissza a közútra, akkor visszafújhatjuk a gumikat, hogy meglegyen a optimális keréknyomásunk, ami szerintem rohadtul menő. És el is érkeztünk szerintem az egyik legszebb kis részlethez, ez pedig a kapszula alakú hátsó lámpa, ami nyilvánvalóan a 4-es Renault-nak a DNS-ét hordozza magával. Nagyon-nagyon szexi szerintem, ahogyan az, hogy csináltak hozzá az autóhoz illeszkedő ilyen szerszámokat, például ezt az ásót, vagy a tetőtartó, ami abszolút illeszkedik az autónak a formájához, az egyetlen kifogásom, ez a
pink design, hogy az miért nem lehetett mondjuk piros, vagy zöld, vagy kék, vagy akármilyen más szín, de ez annyira nem illik szerintem ez a baromi jó formához, ezek a rózsaszín ízek, ami nyilván nem ilyen lesz majd a véglegesben, de hogy akkor is, tehát hogy értem, hogy koncepcióautó, de miért? Miért csinálnak ilyet? Meg persze, hogy beszélgettünk róla a többiek, hogy ez nem világíthat hátrafelé fehéren, meg hogy eleve minek világít, koncepcióautó, jól néz ki, az biztos, hogy iszonyatos mennyiséget el tudnának belőle adni, mert ez a szegmens elképesztően megy fölfelé. Mutatok egy grafikon, hogy most itt tartunk, és 2025-re ez itt lesz ez a csár. Tehát, hogy mindenki ilyen szabadidő autót akar, mert hogy magas, jól kilátni belőle, biztonságos, kényelmes, már gyorsan menni nem lehet sehol, a kanyarsebesség nem számít, hogy hogy veszi a kanyarokat. Tehát igazából inkább praktikus autókat szeretnének az emberek, és ebből a szegmensből, ebből a B-szegmensből minden más gyártónak rengeteg van. A Renault-nak eddig nem nagyon volt, és most ezzel az autóval ezt a lukat akarják majd betömni, meglátjuk majd, hogy mennyire sikerül. És amit sajnos nem tudok megmutatni nektek, az az, hogy milyen lesz belül. Én nagyon remélem, hogy valami hasonló, mint amit a Scenic Visionben látunk, biztosan nem olyan lesz, tuti. Most így belegondoltam, hogy ezek a kis kijelzők, mint amit a Renault 5-ös drift autóban is láthatunk, ezek a valóságban nem praktikusak, sajnos nehéz takarítani, letörnének. Nekem egyébként nagyon bejön, én vigyáznék rájuk, vagy valami hasonló formában, hogyha megvalósítanák, az tök jó lenne. Itt sajnos egy, semmi nincsen belül, egy ilyen le van fedve egy műanyag lappal, és nem lehet kinyitni az ajtót sem, tehát igazából ezek a kilincsek nem működnek. Úgyhogy meglátjuk, hogy milyen lesz 2025, azért messze is van, meg közel is van, addig még sok minden változhat. Én azt gondolom, hogy ez az autó, hogyha minél inkább így megcsinálják, az egy ilyen instant get lesz, és én is így ezt, így ahogy van, én simán veretnék vele, de tényleg, tehát hogy kivinném a terepet, mert ezt lehet. Most nem akarok márkákat mondani, de hogy a mostani SUV-ok meg crossoverek, azok igazából majdnem mind luxus autók, és nem arra valók, hogy kivigyük őket a terepre, cseszhetjük az egészet, ezt meg vihetjük tényleg a földutakra, verethetünk vele, kell. Kell az ilyen is, azt kell mondjam, és természetesen elektromos lesz. A Renault nagyon nagy hangsúlyt fektet a zöld gyártásra, ezt már egyébként a Megannál és Andival elmondtuk például, hogy nagyon nagy részben 70%-ban újrahasznosítható autókban gondolkozik a Renault, és már a Megán az is. Gondolom, hogy ez az autó is még inkább az lesz, tehát a legjobb lenne nyilván, hogyha 100%-ot újra tudnánk hasznosítani, és legyen ez a jövő, én adom. Futurisztikus formák, de ott vannak benne a régi autóknak a kis DNS-ei, jegyei, a kis apróságok, amik emlékeztetnek azokra a kis retro autókra, ami itt van mellettem, én azt így adnám a Tosó autót. Hát ez zseniális, de tényleg, én járnék vele, ezt mindenki megbámulná, jobban megbámulnak, mint a bármilyen más luxus autót. Na hát ez volt ez a nagyon rövid epizód, mert hogy sajnos ezt így külön kellett szedni, és nem fér bele az előzőbe, de legalább egy picit többet tudtunk róla beszélni. Hogyha tetszett az epizód, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, kövessetek Instagramon, nagyon nagy köszönet a Tiszta Energiáknak, Reghozértenek, Szuperszokónak, Smartdiscónak, Marmi fürdőszobáknak és a Skyfall autófóliázásnak, és a következő epizódig, ami még nem tudom, hogy mi lesz. Sziasztok! Ez volt a Renault Forever Trophy. Menő szerintem. Inspirálva, átvéve az új dizájnba. Yeah, I'm shooting. No problem. És el is érkeztünk szerintem az egyik legszebb kis részlethez.